olyan sok olyan információt adtak át, amit máshonnan tényleg nem kaphattam volna meg, úgyhogy mindenféleképpen pozitív. Ezen a hétvégén melyik volt a kedvenc programod? Szabó Istvánnál való interjú, az nagyon jó volt, őt itt látni. Maga a szobor, az egyébként otthon van önnél? Igen. És ezt hol tartja? Elzárva egy szekrény aljába. Szekrény aljába? Igen. És utoljára mikor vette elő? Hát amikor kaptam, akkor került a szekrénybe. Azóta elő se vette? Nem. Mert? Hát ez, most csak ki van téve egy díj, az miért segít az életben? A díj nem tudja megírni a következő forgatókönyvet, nem tud instruálni a színészeket, nem találja meg a beállítást. Szerintem az volt a legérdekesebb, hogy elmagyarázta, hogy szerinte két típusú ember van, tehát akik rendezik ezeket a filmeket, és hogy ő melyik kategóriába tartozik. Az egyik féle az azért mesél el egy történetet, mert minden áron filmet akar csinálni. A másik ember az csak azért csinál filmet, mert minden áron el akar mesélni egy történetet. A mai fiatal rendezők hogy viszonyulnak önhez? Fogalmam nincs. Nem, nincs semmi igazi kapcsolatunk. De filmjeiket nézi? Hát amikor bemutatják a filmjeiket és moziban van, akkor veszek egy nyugdíjas jegyet és megnézem. És hova jár leginkább? Művészbe, a West Endbe. Na. Ezek nagyon jó a nyugdíjas jegy. Na. A finanszírozással kapcsolatos dolgok is érdekesek voltak. Ha nézzünk egy fizetési listát, nem mondjuk az Üvegtigrisnél, hanem általában egy filmnél, akkor annak ki van a tetején, ki kapja a legtöbb pénzt? A legtöbb pénzt a rendező kapja. Az mondjuk nagyságrendileg egy játékfilmnél, átlagos játékfilmnél? Hát egy magyar játékfilmnél mondjuk 2 millió és 15 millió forint között mozog egy rendezőnek a gázsia, de ez így kimondva nagyon soknak tűnik, de tudni kell azt, hogy egy rendezőnek egy filmet létrehozni körülbelül 2 év, van olyan, hogy 3 év, és van olyan, hogy 4 év. Én úgy gondolom, hogy rettenetesen alul vannak fizetve. Az író, hogy mennyit kap, az írója válogatja, 1 millió és olyan 5 millió között, kb. És milyen filmeket készítettetek eddig? Hát ilyen rövid filmeket, leginkább ilyen akció témájú filmeket. És hát meglátjuk, hogy érünk-e a helyezést, reméljük, hogy sikeres lesz. Kíváncsi vagyok a két rövid filmnek a kritikájára, az elemzésére, ezen kívül a többiekre is. Ez az anyag, amit megnéztünk, ez a 60-on túli film. Ebbe is nagyon sok filmben azt érzem, hogy győz a gonosz. This is not a test. This is your emergency broadcast system. Nem értek egyet azzal, hogy announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. Commencing at the siren, any and all crime will be legal for 12 continuous hours. És nagyon-nagyon sok pisztoly van benne. Egy csomó helyen nincs benne pisztoly, de van benne kés. Na most nem merem megkérdezni, hogy van-e olyan ember maguk között, aki élesen lőtt már revolverrel. És ez látszik, ez mindenen látszik, hogy nincsenek élettapasztalataik egy csomó minden mögött, csak filmes tapasztalataik. Formailag már egész jól fölépítik, de még itt belül nincsen meg a teljesen ennek a tapasztalata. Ezért könnyebb helyzetben vannak azok, akik a saját életükről csinálnak filmet.
van olyan, amit abszolút meg tudtam érteni, ez az Úr adta, az Úr vett el, mert szerintem egy zseniálisan jó film. Mit üzent neked? Azt, hogy semmi, hogy semmi sem múlandó. És ez egésznek volt egy nagyon különös légköre. Te lettél a második helyzet, hogy érzed magadat? Hát nagyon örülök. Tényleg nagyon örülök. Azt hittem, hogy nem fogok díjat kapni. De melyik két filmnek, vagy esetleg három filmnek adtad volna a dobogós helyezést? Hát nem az elsőnek mindenképpen. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. Mostanában különösen fontosnak tartom a Magyarországgal, meg a hazával kapcsolatos gondolatokat. Másrészt meg ez nagyon jó formában volt szerintem megcsinálva. Ez a kislány, aki mindig elrontja azt, amit mondania kell. Hiszek egy Istenben, hiszek egy... De megint rosszul mondtam. Te lettél az első helyezett, hogyan érzed magad? Hát nem csak én lettem, szóval ezt egy lányat csináltuk, ugye ővé a nagyobb érdem. Én a vágó részét teljesítettem, de nagyon boldog vagyok, szóval nem is gondoltam volna, amikor ide jöttem. Tényleg nagyon, nagyon örülök ennek az egésznek, illetve a kommenteknek is az, szóval nagyon jó. Hölgyek, urak, hát a film az. Tudjátok, hogy a kamerában a kezetekben nektek is tudjátok, hogy nincs oda. Ezelőtt sok száz évvel, amikor még apáitok se éltek, volt egy filmirányzat, több is, ez egy híres volt. Ezek a francia filmesek voltak, a Új Hullámnak hívták őket. Közülük egyik jegyezte a következő, a film akkor lesz igazán felnőtt műfaj, hogyha a kamera olyan lesz, mint egy egyszerű töltöttő. Ma már ilyen a kamera, ti írni tudtok a kamerával. Írjátok le, amit láttok. Mert elsősorban az érdekesem, hogy ti hogy láttok környezeteteket, saját magatokat, meg a világot. Meg hogy ti mit üzentek a világnak. Mert érdekes teszem a gyerekeiteknek, unokáitoknak, meg a távoli világnak. Izenjetek a világot.